Körözetelmi és a legibakart. A mai videómban Transformers Dark of the Moon Specialist Ratchet kerül bemutatásra. Igen, igen, ez a figura 2011-es. Szóval tippeljétek meg, hogy hány éves. 10. 10 éves ez a figura. Ugye milyen jól visszaadja az ember életkorát az, hogy belegondol, hogy egy modernnek számító figura is már 10 éves? Nos, ezt leszámítva, Ratchet a MechTech szériában jött ki, eredeti színében, és szintúgy ezen verziójában is. És igen, ennek a szériának a sajátossága ez a kis speckó fegyver volt, de meg kell, hogy jegyezzem, hogy Ratchet általános sajátossága, hogy a minek mondjam, busz ikrek közül ő volt általában a fehér színű, mégsem a piros, általában Ironhide volt, leszámítva a filmeket, ahol Ironhide fekete volt, és semmi köze nem volt Racsnihoz. Szóval, igen, Ratchet, Racsni, ritka esetek egyike, hogy a nevek hasonlóak. Szóval igen, amint látható, Ratchet a korábbi filmekből látott alternatív módját tartotta meg, egy extra fegyverre, melyet most leveszünk, csak hogy megnézzük jobban a járműmódot. Láthatjuk, hogy a hátulján van ez a kis pótkerék, melybe a fegyver beilleszhető, illetve a járműnek a bukó kerete, illetve kis ponyvája, felszerelés tartó kerete látható rajta. Igen, igen. Meglepően pici, tehát amikor én egy ismerősömen keresztül beszereztem ezt a figurát, lényegesebben nagyobbnak gondoltam, tehát így egy arasznál lényegesebben kisebb, de hogy pontosan mekkora is, azt nézzük meg, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk segítségével. Láthatjuk, hogy hát esetleg beilleszhetjük LEGO emberkét, mint sem egy LEGO City járműbe, ám bátor technik emberkéhez nem idomulna annyira jól, de láthatjuk, hogy egy LEGO City járműnek talán elmenne, de azok közül is, hát hogyha a mentő jármű céljára gondolnánk, akkor egy kisebbnek számítana, de hogy milyen kicsi, milyen nagy, azt megnézhetjük kedvenc mérőmanunk segítségével, kivel megállapítjuk, hogy Racsni teljes hosszúságában 12 centi hosszú, szélességét tekintve visszapillantó és visszapillantó között 5,7 cm-es, magasságát tekintve pedig lássuk csak 5,5 cm-es. Ezen fontos információk után nézzük meg, hogy az ő kis fegyvere milyen a maga mienségében, így jármű módon, ugye láthattuk az előbb, ahogy a videóban elején bemutattuk, és most aktiváljuk a MechTech-et. Wow! Nagy durranások és nagy csindetet a keretében. Csak akkor megy ki előre a két tüske, illetve a két ágyú, hogyha az ember visszahúzza ezt a pöcköt. Ha elengedi, azonnal visszamegy. Hajjaj! De ez a figura nem csupán egy járműmódból áll, hanem természetesen egy robotmódból is. Így hát kezdjük meg az ő átalakítását, mely szerencsére egy teljesen jó, egy elég érdekes átalakítása van a figurának. Szóval kezdjük is el. Első lépésként egy kicsit itt meghúzzuk, így, ne? Ezután visszahajtjuk ezt a kis panelt, illetve ezt a kis panelt, ezt követően a lábai kezdenek kiszabadulni, így, ne? Fölhajtjuk kicsit a hátsó részét, és a lábát kihajtjuk, így, ne? Egyik kötőjel másik oldalt, így, né. Lábát kihajtottuk, lábfejét elforgatjuk, kicsit megemeljük, egyszer, kétszer, így, né. Ezt követően itt a hátsó részt teljesen felemeljük, és ezt a részt visszahajtjuk, majd az egészet ide beakasztjuk, így, né. Előrébb térünk, és itt a figurának ezt az előső részén kiakasztjuk ezt a belső részt. Ez a legmacerásabb része az átalakításnak. Most jegyzem meg, hogy most tartunk 4,5 percnél. Racsnak a filmben körülbelül ennyi szereplése volt. Összvisz. Ezt követően fogjuk, széthúzzuk, és itt jön az egyik kedvenc részem. Minek során ezt az egész részt így körbeforgatjuk, úgy, hogy ez a rész ugyanúgy marad, ahogy korábban volt, azaz az egész átfordul, de elvileg ugye ez a rész ugyanúgy marad, ahogy korábban volt, tehát így, né.
Tehát elvileg az autó elején a rács ugyanott maradt, de hozzátettünk egy robot fejet is. Íme! Ezt követően jól megforgatjuk, hogy összekeverjünk mindenkit, egyszer, kétszer, háromszor, igazából ezt nem kell. Kezét kiemeljük, és itt ezt az egész részt egyszer visszahajtjuk, és beigazítjuk ígyni, és itt alul pedig ezt egy kattanásra fölvisszük, ígyni. Ugyanezt megismételjük a másik oldalt, ígyni, és végül, de mutatjuk sorban, visszahajtjuk a fiúló testét, és ezt a kis fekete panelt lejjebb húzzuk, ígyni. És íme itt van előttünk Transformers Dark of the Moon Specialist Ratchet. Igen, igen, mit nem mondjak, nagyon tetszetős a számomra ez a figura, lévén azért szereztem be, de a színei nagyon jól passzolnak a karakterhez, továbbra is bosszant, hogy Ironhide színei vannak Ratchinak, de ugyanakkor tagadhatatlanul Ratchni a figurának az alakja, a filmes mi voltál tekintetében. Igen, igen, egy hatalmas hátizsákja van, egy nem túl szép hátizsákja van. Igen. Ezzel lehetett volna talán mit kezdeni, de... Hát, nem tudom. Mondják, most jól jönne, hogyha ezt leszedem és csinálnak belőle egy pajzsot, annak több értelme lenne, mint általában, de... igen. Szóval, racsné. Tegyük mellé, miért elányaink kedvéért, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénket. Láthatjuk, hogy azért méret különbségét tekintve hirtelennyiben nagyot nőtt a figura. Igen, igen. Arányait tekintve továbbra is LEGO emberke lenne arányos, hogyha a filmek tekintetében néznénk, de ebbe most nem menjünk bele, hanem félretéve emberkéinket hozzuk képbe egyéb emberkénket, ki nem más, mint csak Mérő Manu, kivel megállapítjuk, hogy a Ratchni teljes magassága, lássuk csak, 14 cm-es. Igen, hát 14,5. Váltól vállig való távolsága pedig 11 cm-es, mélységét tekintve pedig, hú, hát itt a hátizsákig 5 cm-es, de a hátizsákkal együtt már talán 7 cm-esnek mondható. Igen, igen. Szóval, jobb a figura. Mozgathatóság szempontjából pedig kezdjük kedvenc kis fejénel, fényeket átigazítjuk, és megtekintjük ők elmét a maga teljes közelebbi felvételéből. Szóval igen, most egy kicsit halottak a szemei, sajnos a fején lévő kis apró light piping rész nem feltétlenül működik a legjobban. Általában akkor működnek a legjobban ezek a light piping dolgok, hogyha átlátszó zöld, kék vagy pirosak. Többi színnél nem igazán működnek, de ezt leszámítva a feje képes, és körbefordul, vállát tekintve, ja igen, hát csak körbefordul fölelem, vállát tekintve egész jó a mozgathatósága, alapból körbe megy, hátra megy, és hogyha a szárnyakat, vállakat eligazítjuk, akkor még kicsit előre is hajlik, tehát renden kívül módon mozgatható. Így jegyezz meg, hogy lehet egy kis extra módot ráadni Ratchinak, hogyha visszahajtjuk az ajtajait, akkor egy ilyen, mondhatni, repülő üzemmódot, jetpack üzemmódot is elérhetünk nála, mit nem mondjak, jól mutat vele. Igen, igen, de ez a jetpack üzemmód egy abszolút a kis mellékes apróság, mit észrevettem, mikor jobbra-balra mozgatgattam első beszerzésem alkalmával. Lejjebb térve az alkarja körbeforgatható, könnyöke szépen hajtható, körülbelül 90 fokban, látható rajta Ratchinak a jellemző rácsozása az alkarnál, a csuklója pedig éppen hogy mozgatható, sajnos körbe nem, csak ezt az icipicit tudja, legfőképpen az átalakítás miatt, Ratchinak nincs törzs mozgathatósága, lába viszont előre ennyire megy, elég szépen föl, képes és egy egész tűrhető spárgát csinál. Lábát hátra sajnos csak ennyire tudja vinni, hogyha nagyon akarjuk így ennyire, de akkor eléggé oldalra rúg, mert hogy ezt a kiblit, ezt a fölös részt egyáltalán nem tudjuk elmozdítani. Térdét tekintve az átalakítás miatt 90 fokban hajlik, és ne tovább. Lábfejét tekintve pedig nagyon jól mozgatható, mert hogy egy gömbcsuklón van, ami tulajdonképpen előre ennyit, és hátra az átalakítás miatt még plusz ennyit hajlik, tehát a térde egy kicsit meg van extrázva, hogyha azt vesszük. Szóval igencsak jól mozgatható a
figura így robot módban kora ellenére, de malmának ebben a korban azért nem voltak annyira rosszul mozgatók a figurák, mindegy, fegyverét pedig képes és a kezén hordozhatja. Vállán igazából valamelyest tudja, de csak akkor, hogyha az oldaláról visszahajtjuk a szárnyakat, és így akkor egy egész klassz megjelenése van, de továbbra is a MacTech funkció csak akkor működik, hogyha húzzuk az adott alkatrészt, anélkül pedig nem. Szóval igen, mit mondhatunk el erről a figuráról így konklúzióban? Be fogom szerezni a másik verzióját is, hogyha lesz rá lehetőségem, mert hogy tetszik. Érdekes módon ez a filmes racsni design nem feltétlenül a kedvencem a filmes figurák közül, de ez az öntvény egészen tűrhetően mutatja be őkelmét a maga mi voltában. Igaz, ez a hátizsák olyas valami, melyet nem feltétlenül ismételnék meg egy figuránál, de továbbra is az egyik legjobb verziója annak a karakternek, az meg egy muslinca. Hello! Most nem nyomom össze. Szóval igen, az egyik legjobb verziója a figurának a maga mienségében. Szóval igen, Dark of the Moon Specialist Ratchet, mert hogy annyira különleges, hogy még egy pillanatig sem jelent meg a filmben ebben a színben, de köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek itt hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt tedd meg, és amennyiben ilyen és hasonló videókra vagy kíváncsi, itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!